Elindult valami, komoly ambíciókkal folytatják a munkát a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított intézmények, mondta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a könyvtárak fejlesztése is kiemelten fontos. Könyvtáraknál, ha nézzük, a kultúrintegrált könyvtári rendszer alkalmazása, az új könyvek megérkezése, a könyvtár átalakítások, felújítások, a Bácskos út falvi modellkönyvtár kialakítása, mint Fiók könyvtár, vagy akár a Kishegyesi könyvtár átköltözése hamarosan a Bács Feketegye már megtörtént a Bányai Emlékházban a könyvtár átköltöztetése. Topolyán hasonló változások történtek. Én úgy gondolom, a beszámoló alapján a legnagyobb szükség, amit el kellene minél előbb végezni, és ez tartományi támogatástól függő, a zentai történelmi levéltárnak az új épületbe való, az egykori kaszárnyába való költöztetése, és hát ott még bizony komoly átalakítások vannak. Oktatási témák is napirenden szerepeltek, sokáig problémát jelentett a magyar nyelvű középiskolai tankönyvek hiánya, de az utóbbi időben egyre több kiadvány jelenik meg. Hála a magánkiadóknak, nagy kár, hogy az Állami Tankönyvkiadó Intézet nem fordít nagyobb hangsúlyt erre. Alapvető kötelessége lenne, de viszont mind láttuk, hogy a két kiadónak a könyvei, szociológia, filozófia, informatika, mindazok, amelyekből a mai világban teljesen megújult, érzékenyítő egyéb kérdések is belekerülnek ezekbe a tankönyvekbe. Én a szociológiát néztem át, és hát megdöbbenve látja azt, hogy az ember, hogy mennyire megváltozott minden, és ezek a könyvek mennyire modernek, mennyire újszerűek. A Magyar Nemzeti Tanács ülésén több intézmény igazgatóbizottsági tagcseréjéről, igazgatóválasztási eljárásáról is döntöttek, valamint a végrehajtó bizottság döntését is jóváhagyták több pályázattal kapcsolatban.